kukorricával és nagy táskákkal felvértezve érkeztek az ország minden tájáról, de Külhomból is, az egész Kárpát-medencéből a szerb ortodox egyház hívei a nagy napra. A Julián naptár szerinti Péter Pál naphoz kapcsolódóan rendezik meg minden évben a Grábóci búcsút. A szerb ortodox búcsú a magyarországi szerbek legjelentősebb találkozója. Magyarországon két szerb kolostor működik, a Ráckevei Nagyboldogasszony monostor és a Tolna megyei Grábóc faluban található Grábóci monostor. Múltja több mint 400 évre nyúlik vissza. A ma is működő kétszintes kolostor épület 1787-ben épült, és a szerb egyház használatában van. Panteleimon atya, valamint két apáca, Mária és Krisztina nővér lakják. A búcsú napján már korán reggelben épesült a kolostor és a templom udvar. Nagy várakozás előzte meg Lukián budai szerb püspök érkezését. Amint feltűnt az autója, mindenki a legfőbb elöljáró fogadására sietett. Barátok, ismerősök hosszú idő óta találkoztak ismét. Néhány mondatos üdvözlés után a díszes templomba vonult mindenki, ahol rövid előkészületeket követően kezdetét vette a hagyományoknak megfelelően a Szent Liturgia, a Szent Mise. Bent a templomban hívők százai várták a püspököt. A Grábóci monostorban nagyon régóta szervezzük ezt a búcsút.
tulajdonképpen eleinte évtizedekkel ezelőtt ez úgy kezdődött, hogy a környékbeli ortodoxok, a környékbeli szerbek jöttek ide Szent Péter Pál napjára, ők gyűltek össze, aztán ez szélesedett, és az egész országra kiterjedt, és mára már hát országon túl is, Szerbiából, Horvátországból, Baranyából jönnek ortodoxok, akik hát itt részt vesznek a Szent Liturgiában. Mi az ortodoxiában a Szent Liturgiának azt az istentiszteletet nevezzük, amelyik a Szent Eukarisztiát foglalja magába, tehát ahogy a katolikusoknál például Szent Mise van, úgy nálunk Szent Liturgia. A Szent Liturgiát a mai napon is, és minden évben ilyenkor maga a budai püspök, ő excellenciája Pantelics Lukián celebrálja, és ma is ez történt. A Szent Liturgia hát tulajdonképpen két fontosabb részből áll. Az első rész az evangélium elolvasásáig történik, és ez az úgynevezett a szó liturgiája, a tanítás liturgiája, és a második része a Szent Eukarisztia, amikor is ugye az áldozás van a középpontban. A Szent Liturgia után következik a lítia, azaz a körmenet a templom körül. A templomból elsőként Mária és Krisztina nővér lépnek ki. Négy keresztpontján megállt a menet, és elmondtak egy-egy feltámadási evangéliumot. Régi tradíció, régi hagyomány, hogy
búcsúi körmenetet is tartunk. Ilyenkor, amikor a Szent Liturgiának vége van, akkor körbejárjuk a templomot, háromszor is itt evangéliumi olvasmányokat olvasunk fel, szentelt vízzel szenteljük a templomot, a városért a helyiségért imádkozunk, ezért a monostorért, a környéken élő emberekért, és hát utána a kalácsszegés van, ami egy szintén egy régi szerb, kifejezetten szerb hagyomány, amely hát tulajdonképpen a késő középkorból és az utána való időkből származik, amikor a szerbség a törökök alatti rabságban élt, és hát akkoriban nagyon kevés pap volt, és nagyon kevés pap jutott el a hívőkhöz, és ezért a hívők között a legidősebb fogta a kalácsot, megszegte, leöntötte borral. Tehát ez tulajdonképpen az eukarisztiának a szimbolikája. Ezt is megtartottuk, mint hagyományt, és ezt is beszoktuk mutatni, mint egy kis áldozatot az Úr számára. A megszentelt kalácsból mindenki kapott, és a feltámadáshoz kötődő eledelből, a kolivából is. A koliva az új életre utaló földbúza és a mennyországi édességnek nevezett méz keverékéből készült. Népünnepéllyel folytatódott a búcsú, közös sütés, főzés, éneklés volt a porondon, és nagy beszélgetések, találkozások régi új ismerősökkel. Hát már régóta járunk, hát már mennyi lehetem olyan lánykori, még szüleinkkel is voltunk itten. Hogy miért fontos? Hát mert nagyon szép egyrészt, meg hát szeretjük a templomi dolgokat, a misét, meg ilyesmit. Hát találkozunk régi rokonokkal, testvérekkel, minden faluból Szent vagy Batán voltak rokonaink, Pomázon, Lórévon például, meg szigetcsépiek, mind a legtöbben eljöttek régen, nagy busszal jöttünk, sokan beszélgetünk, meg ismerkedünk, meg hát itt leszünk a templomon végig a misén, nézzük, milyen szépen énekelnek a papjaink. Mennyire tartják a szerb ortodox szokásokat? Hát még tartjuk, mert szüleink még jó beleink neveltek, meg a szerbek is vagyunk, de a gyerekeink az... De így, ha akármilyen kis ünnep, vagy ünnep, nagy ünnep, ebéd megvan anyukánál tartva, mindenki ott van, úgyhogy... De ők nem tartják már, mert apjuk magyar volt, úgyhogy... De amit lehet, megtartunk mai napig. Ünnepelünk, nem dolgozunk akkor. Már voltunk, többször voltunk, persze. De nem úgy, hogy minden évben, nem tudom, 3-4 évente. Mennyire tartják egyébként a szokásokat? Mivel Budakalászon eléggé kis szerb egyházközség van, az a kis közösség, többé-kevésbé igen, a nagyobb dolgokat. Miért fontos, miért jó az, hogyha eljönnek egy-egy ilyen rendezvényre? Valóban tartozni kell az embernek, és egy közösségbe, és akkor azért nekem ismerősek, ugye,
akik a szülőfalomból. Én azokkal együtt jártam iskolába. És most, én 17 éves koromban kerültem el Batonyáról, és a nálam idősebbekre, és a velem közel egyidősekre emlékszem. Már ha fiatalabbak mondják, hogy ő Batonyai, akkor úgy kérdezem, hogy és az apát ki? Vagy hogy hívják? Vagy a nagyapát? Ja, akkor tudom, hogy ki vagy már. Én is most már 34-es vagyok, 79 éves. Itt vagyok 22 év körülbelül, és mióta vagyok itt, ide járom. Ez egy nagyon-nagyon régi hagyomány, és nagyon-nagyon sok jelent nekünk mindegyiknek itt, aki itt van, ez ennek fontos. Meg vannak új barátok, és akkor ilyenkor minden év szoktunk sütni valamit. Miről szólt tulajdonképpen ez a nap számotokra? Ez a neve, hogy Petrodán Péter nap, vagy Szent Péter nap. Csak mi mindig vasárnap csináljuk, mert különben 12-án szokott lenni, de mi mindig amelyik vasárnap utána van. De azért van, hogy papok is tudják enni húst, mert ez egy ilyen, mikor nem szabad enni húst, de mikor ünnep után van, akkor neki is szabad enni húst. A lényeg az, hogy gyerekeknek legyen, hogy én akarok mutatni, hogy tovább következő generációnak, hogy tovább folytatják ezt az egész. Nem, hogy elfejlődjenek, hanem, hogy tovább folytatják, tudod. Ez a leglényegebb társaság, tudod. Jókedvből nem volt hiány a grábóci búcsún, és mint azt Gálit atya megfogalmazta, a legfontosabb, hogy az emberek találkozzanak és szeretetben éljenek egymással. Nem csak ortodoxok, mások is. Az is fontos, hogy ezt az életet hát ne szomorúsággal töltsük, és ne szomorúsággal fogadjuk el az Úrtól, hanem boldogságban és szeretetben, és mint egy vidámságban is. Ezért sokszor a zene is elhangzik ilyenkor, a kólot, a tradicionális kólot járják, és hát tulajdonképpen barátkoznak egészen késő délutánig, amikor az esti litániát meghallgatják, még az esti imádságot, és utána mindenki hazamegy. És természetesen egy év múlva ismét benépesül, akár csak most a grábóci templom és kolostor udvara. Tambore.